Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adásban a vendégem Pákozdi Emese, a Futura intézmény vezetője, akit sok szeretettel köszöntök. Szia! Szia, én is köszöntöm a nézőket. Minden évben meghívunk, amikor így kezdődik a nyár, mert nagyon sok izgalmas programmal készül a Futura, én azt gondolom, a gyerekeknek. Ez egy nagyon nehéz időszak a szülőknek, most már én is nézegetem, hogy most már alig egy hónap van hátra az iskolából, és hát bizony össze kell rakni ezeket a nyári táborokat, ki, mikor, hova megy, mikor van nagymama, mikor van tábor, tehát azért az a szülőknek egy komoly logisztika, azt gondolom, ebben az időszakban. Annak idején ti is ezért kezdtétek el ezeket a táborokat megszervezni, és hát ha jól emlékszem, akkor szinte minden év teltházas volt, ugye? Igen, hát pontosan ezért tapasztalatból tudom én is, hogy milyen nehéz a nyári szünetet megszervezni egy olyan anyukának, aki dolgozik nyáron is, úgyhogy hát ebből azokból kifolyólag, hogy színesítsük a városi palettát, ezért szerveztük most már 2013 óta, ez az ötödik nyár lesz, amikor tábort tartunk. Igyekszünk mindig új tematikával szolgálni, hogy a régi táborozóink is mindig lássanak valami újat, és hogy aki esetleg egy nyáron több táborra is jön, a különböző tematikákat még azok is különbözőek. Igen, ők is különbözőt lássanak, úgyhogy egy-egy olyan táborunk van, ami megismétlődik a következő évben, de igyekszünk mindig újat nyújtani. Akkor először általánosságban a táborokról, aztán majd utána rátérünk egyesével is. Tehát ezek napközis táborok, ez azt jelenti, hogy bemennek reggel? Igen, 8:30-tól 5:30 tartunk tulajdonképpen ügyeletet, 8:00-tól 4:00 tart maga a program, de 8:30-tól lehet hozni a gyermekeket, mert nagyon jól tudjuk, hogy aki 8-ra megy dolgozni, annak gond lenne az is, és 4:30-tól tudunk rájuk vigyázni, úgyhogy alkalmazkodunk a szülőkhöz. Napközis táborról van szó, napi 3-szori étkezést biztosítunk a gyerekeknek, és hát egész nap programokat, színesebbnél színesebb programokat. Akkor lássuk ezeket a táborokat. Az első már nagyon izgalmas, egy kincskereső táborral készültek, ugye ez lesz az első időrendben is. Igen, igen. A kincskereső táborunk az tulajdonképpen ásványkincsekkel, őslényekkel foglalkozik, tehát a Futurában megtalálható installációinkat is felhasználva, továbbá különleges kísérletekkel készülve rakták össze a kollégáim ezt a tábort. Idén mindegyik táborra az vonatkozik, hogy hangsúlyosan a gyerekek fognak tevékenykedni. Eddig is ez volt, de most még hangsúlyosabbá szeretnénk tenni, tehát konkrétan ők fognak kísérletezgetni mindennel, tehát mindenbe bevonjuk őket. Nem egy oktatás lesz ez tulajdonképpen, hanem ilyen műhely munkaszerű. Tehát minden táborunk így fog folyni, hogy a gyerekek fognak kísérletezni. Ezt a kollégáim már próbálgatják, hogy melyek azok a kísérletek, amiket ők biztonságosan önállóan meg tudnak oldani. Ez akkor nektek is egy ilyen izgalmas időszak most, ez a felkészülési időszak, nem? Mert nyilván, hogy gyerekekkel foglalkoztok, meg családokkal, hiszen ők jönnek hozzátok, de azért egy ilyen nyári foglalkozás az mindig egy kicsit más, mint... Igen, meg főleg azért, hogy ugye a tematikákat is váltogatjuk, és nem szeretnénk, hogyha sokszor ismételnénk magunkat, úgyhogy mindig próbálunk újat és újat, vagy más szemszögből megmutatni, tehát egy Futura játékot általában már a környékbeli gyerekek ismernek, de ezt úgy megmutatni, hogy ez más legyen, és úgy élvezze, mintha teljesen új lenne, azért ez is kihívás számunkra. Már szerintem a környékbeli gyerekeknek, én nekem a tapasztalatom az, hogy nem okoz problémát, hogyha jártak már egy párszor a Futurában, tehát hogyha ő ezt ismeri, attól függetlenül nem unatkoznak. Persze mindig kell az újítás, de hogy azért ezek a játékok olyanok, hogy jó, nem minden héten, de mondjuk azért két havonta, ha valaki bemegy, akkor azért még mindig izgalmas számukra. Igen, hát vannak visszatérő látogatóink, nem csak a környékről, most például hétvégén kaptunk egy nagyon kedves kis visszajelzést, hogy Balatonöszödről egy család már harmadszor volt nálunk, és most is nagyon élvezték, és most is nagyon köszönik, és mindig találnak újat, hogy ugyanez vonatkozik a táborozóinkra is, úgyhogy még ha ugyanúgy használjuk a játékot, akkor is élvezetes. A korosztály egyébként, azt is mutassuk be, hogy nagyjából kik azok a 6-tól 10 éves korig hirdetjük, nagyon szigorú kitétellel. Tehát ez az alsó tagozat. Igen, nagyon szigorú kitétellel, esetleg ha vannak kilógó testvérek, akkor belóghatnak, de leginkább azért az iskolás alsótagozatos korosztály, óvodások még kicsik ahhoz, hogy hát így elengedjük. Hát egész nap mindenkit, ez szinten egy idegen helyen hosszú. Igen, igen, igen. Felsősök meg már. Hát ők meg már nagyok, de mondom, hogyha testvérek vannak, akkor szoktunk kivételt tenni, főleg olyanokkal, akiket ismerünk, és tudjuk, hogy esetleg nagyobb, de mégis el tudja magát foglalni, és nem fog unatkozni a táborban.
Akkor kincskeresés után mindjárt az űrbe mentek, tehát egy űrtábor is lesz. Igen, ez az, ami ismétlődik tavalyról, űrtábor, űrkutatás, csillagászat, ugye planetáriumunk van, mini space worldünk van, ez adja magát, hogy foglalkozzunk ezzel a témakörrel is, de ebben a témakörben is kísérletezünk, játszunk, úgyhogy ez az, ami ismétlődik a tavalyihoz képest. Aztán jön a felfedező tábor. Itt egy kicsit kitekintünk, mert felfedezzük a természetet, ami természetes a futurában, de felfedezzük egy kicsit mosont is, úgyhogy egy kicsit helytörténeti, helyismereti tábor is lesz ez. Úgyhogy azt a mindenit, ez egy újdonság. Hogy kell elképzelni? Hát egy ilyen kincskereső kalandozást fognak ők a mosoni utcákon tenni, tehát kicsit megmutatjuk nekik, hogy kik éltek itt régen, mely házak, amiket meg lehet figyelni, amik régiek, mi volt ott, mi történt, hogy működött Moson tulajdonképpen, ezt fogjuk nekik megmutatni. Oké, és van az egyszer volt tábor? Igen, az pedig a rajzfilmből kiindulva egyes rajzfilm. Ez az egyszer volt az ember? Igen, hát egyszer volt sok minden, a kollégáim meglepetést fognak okozni, kiválasztanak egy-egy ilyen fejezetet, és ezt fogják földolgozni egy-egy nap folyamán. Úgyhogy akkor lesz érdekes. Izgalom bőven. Igen, igen. Az egyik tábornál már mondtad, hogy nem feltétlenül csak magára az intézményre vonatkozik a dolog, a többiben hogy kell elképzelni? Végig bent vannak a futurában, vagy jobbra-balra mennek? Ugye minden nap mi külső programot is szervezünk, ez azt jelenti, hogy a futurán kívül, de közel a futurához, tehát ki is mennek, ha olyan az idő, akkor kint esznek, sportolnak, futkosnak, de mindig teszünk egy kirándulást is, ez mindig majd az adott tematikához lesz hozzárendelve. Tehát például a felfedezőnél egy kicsit sétálnak Mosonban, és körülnéznek, de mindegyik táborhoz lesz egy kis kirándulás. Akkor a helyi gyerekek után nézzük meg azokat, akik ide látogatnak a futurába, mert ugye ez most abszolút, ez a május hónap, meg majd még a június eleje, az iskola zárásig, ez az osztálykirándulásoknak az időszaka. Láttam, hogy nagyon profin megszerveztétek az osztálykirándulóknak, vagyis hát inkább az osztályfőnökökről vettétek le a terhet. Igen, próbáljuk most már, talán ez a negyedik éve, hogy nem csak futurás programokat ajánlunk, hanem futurán kívülieket is, nagyon jó a kapcsolatunk a múzeummal, ők múzeumpedagógiai foglalkozásokat ajánlanak ki a látogatócsoportoknak, és ezt mi szervezzük. Azon kívül különböző kalandprogramok vannak, vízitúra, sárkányhajó, sétahajó, kisvonat, buborékfoci, lézerharc, és szervezzük az étkezést és a szállást is a csapatoknak, úgyhogy nagyon sok olyan osztály van, akik nem egy napra, hanem több napra jönnek városunkba. Remélem azért most már ezt látják a mosonmagyaróvári lakosok is, hogy egy kicsit azért május-júniusban megpezsdül a város ilyen szempontból, hogy rengeteg osztálykiránduló csapat van nálunk. És gondolom, hogy ezt kihasználják, mert hát egy osztályfőnöknek nagyon jó lehet az, hogy igazából egy helyre telefonál, és nagyjából mindent elintézett, tehát nem kell az, hogy akkor most külön szállás, meg külön hova menjünk enni, tehát azért mondjuk, mit tudom én, Debrecenből, vagy Budapestről, vagy máshonnan jövő, azért ez, igen, ez macerás. Messziről jönnek hozzánk az osztálykiránduló csoportok, Békés Csaba, Móra, Halom, Kecskemét, tehát tényleg... Most óvatosan mondtam ezt a... A Békés Csabai a legextrémebb ilyen szempontból, meg a Móra, Halmi se kutya. Sem a szomszédban. Igen, és három napra jöttek ők is, most is még egy Békés Csabai csapatot várunk, akik három napra fognak jönni a városba. Ugye nem elvárható, hogy az ottani osztályfőnök ismerje, hogy mit kínál Mosonmagyaróvár, ezért mi összeszedtük. Mi se tájékozódnánk jól szerintem, mondjuk egy külön honlapot készítettünk erre, és online bejelentkezéssel ott a pedagógus néhány kattintással ki tudja választani, hogy melyik programokat szeretné, és őneki csak velünk kell tartani a kapcsolatot, az információs kolléganőink mindent leszerveznek. Nagyon profi és kényelmes, megnéztem, rámentem, hogy tényleg nagyon... Nagyon egyszerűen meg lehet ezt oldani, kitölteni, úgyhogy biztos, hogy ezért választják. Budapestről, vagy a környékről még esetleg vannak-e, akik így visszatérő vendégek, ilyen osztálykirándulók? Ugye mondtam ezt a balatoni hölgyet, aki írt nekünk a hétvégén, ők itt voltak. Osztálykirándulás az mindenhonnan van. Felvidékről például, ugye Szlovákiában két héttel tovább tart az osztálykirándulási időszak, mert ők két héttel tovább tart a tanév, úgyhogy nekünk a június vége az még a szlovákiai osztálykirándulásokkal megy, és hát ugye akkor már párhuzamosan kezdődnek a táborok is, úgyhogy nem pihenni nem nagyon van időnk ilyenkor, és aztán indulnak a családok.
Az összes iskolai szünetünk nagyon jól sikerült eddig, az őszi, a két ünnep közötti, most a tavaszi is, úgyhogy hát reméljük, hogy a folytatás is ugyanilyen lesz, és nem nagyon lesz időnk pihenni. És akkor nem nagyon mennek szabadságra, nem majd így augusztus után? Hát azért a kollégáknak muszáj egy kis pihenő, főleg így az osztálykirándulási időszakot követően, úgyhogy szépen úgy megoldjuk, hogy folyamatosan kiadjuk a szabadságokat a kollégáknak, a pihenőidőt. Nekik is fel kell töltődniük, nekik is a családdal is kell lenni, úgyhogy próbálunk erre tekinteni. Az ő gyereküket is kell valahova, igen, kirándulni. Bár azért előfordulnak az ő gyerekeik is a Futurába, az enyémek is, úgyhogy, de hát nem lehet mindig a Futurába lenni, úgyhogy muszáj pihenni is a kollégáknak. Akkor még egy utolsó kérdés, azt mindig megkérdezzük, hogy lesznek-e valami újítások mostanság, vagy törtek-e valamiben a féheteket, csak kinyögöm a végére. Igen. Meghívást kaptunk, nagyon megtisztelő, az országos gyereknapi rendezvényre az Andrássy útra, és hát úgy gondoltuk, hogy az okos homokozót már nagyon sok helyre vittük, úgyhogy most erre kitalálunk valami. Nem, erre most egész mást fogunk kitalálni. Vettünk egy kis robotocskát, és egy ilyen kis robotprogramozó asztalt állítunk most össze, úgyhogy ez lesz majd a főpróba, ez a kitelepülés, ez a roadshow. Tulajdonképpen... Ez mikor lesz? Ez... Május 28, vasárnap, aha, igen, május 28-a a gyereknap az Andrássy úton, úgyhogy ott valószínű, hogy több ezren lesznek, ott bemutatkozunk ezzel a kis robottal. Olyan kis programozó robot, amivel úgy tudnak még az óvodások is, hogy se írás, se olvasás nem kell hozzá, tehát ő egy kis alkatrészek behelyezésével egy robotot leprogramoz, megnyomja a gombot, és amit ő programozott, azt az utat lejárja a robot. Tehát tényleg a programozás legalapja, ezzel előrevetítjük, hogy szeretnénk utána ezzel foglalkozni, kis robotprogramozással, de nem a hagyományos módon telefonnal vagy számítógéppel, hanem úgy próbáljuk meg, olyan eszközöket próbálunk vásárolni, amihez ez nem szükséges, hanem magát a logikáját tanítjuk meg a gyerekeknek. Hát köszönöm szépen, akkor sok sikert ehhez, meg azt gondolom, hogy itt nagyon sokan fognak majd a önökhöz fordulni, vagy hozzátok fordulni, és aztán ők valószínűsíthetően majd itt Mosonmagyaróváron is kikötnek előbb-utóbb ezen köszönöm a helyszínen. És köszönöm szépen, hogy itt voltál. Hírátér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!